Példátlan megszorításokról döntött az amerikai törvényhozás. Több száz milliárd dollárral csökkenti kiadásait a világ legnagyobb gazdasága. Ezzel párhuzamosan felfüggesztette a kongresszus az államadóssági plafon, amivel elemzők szerint Amerika történetének legnagyobb gazdasági válságát sikerült elodázni. Ha a törvényt a szenátus is jóvá hagyja, újabb hiteleket vehet fel az ország, amivel korábbi tartozásait törleszti. Nagy volt az izgalom a washingtoni Kapitóliumban szerdán. Újságírók tucatjai várták a híreket a kongresszusi tanácsterem bejáratánál. Szavazott, ugyanis az amerikai képviselőház az államadósság plafon felfüggesztéséről és a költségvetési kiadások csökkentéséről. A tét óriási volt. Ha a pártoknak nem sikerült volna megegyezniük, akkor válságba zuhanhatott volna az Egyesült Államok gazdasága, ami mellett, elemzők szerint, a 2008-as összeomlás eltörpült volna. Amerika ugyanis hétfőre eléri az államadósság korábban lefektetett felső határát, a 31.400 milliárd dolláros tartozást. Szakértők szerint, ha a világ legnagyobb gazdasága fizetésképtelenné vált volna, azzal munkahelyek milliói szűntek volna meg, és beleremegett volna az egész világgazdaság. A szavazást hetekig tartó vita előzte meg. A törvény ugyanis nem csak több hitelt engedélyez Washingtonnak, de példátlanul szigorú megszorításokat is előír, amivel kapcsolatban alapvetően különböztek a republikánusok és a demokraták elképzelései. A republikánus párt munkához kötötte volna a szociális juttatásokat, mi alatt növelte volna a védelmi kiadásokat, amit a demokraták elleneztek. A törvényt végül 314 igen és 117 nem arányban elfogadták. 2025-ig felfüggesztették az államadósság plafont, és rég nem látott megszorítást írtak elő a költségvetésben. A következő 10 évben ugyanis 1500 milliárd dollárral kell csökkenteni az állami kiadásokat. Kevin McCarthy, a képviselőház republikánus elnöke kijelentette, a kongresszus történelmet írt. Nagyon hosszú idő óta ez az első alkalom, hogy az előző évhez képest kevesebbet költünk. Ma este történelmet írtunk, ez a kongresszus által valaha megszavazott legnagyobb kiadáscsökkentő és takarékossági csomag, mondta a kongresszusi elnök. A közmédia washingtoni tudósítója szerint a megállapodás érdekében mindkét párt súlyos kompromisszumokra kényszerült. A republikánusoknak sikerült elérniük, hogy bizonyos szociális juttatásokat munkavállaláshoz kössenek, valamint fontos eredmény számukra, hogy a kormány belement a Nyugat-Virginiában épülő földgázvezeték építésének felgyorsításába. A Fehérháza kompromisszum részeként eredményként tudja felmutatni, hogy gyakorlatilag érintetlen maradt az éghajlatváltozási intézkedéscsomag, valamint a zöld energia átállás lépése is. A törvényt még a szenátusnak is el kell fogadnia, és Joe Biden elnöknek is alá kell írnia. Nincs sok idejük. Hétfőn ugyanis lejár egy súlyos államadósság, aminek törlesztéséhez Washingtonnak újabb hitelt kell felvennie, ami a mostani szabályozás mellett lehetetlen.